A Mi Hazánk mozgalom mind a 106 választókerületben saját képviselőjelöltet állít, sem a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömbbel, sem a Fidesz urambátyám rendszerével nem közösködünk, senki javára nem lépünk vissza. Mind a 106 képviselőjelöltünket október 23-án megismerheti a közvélemény, hiszen a kormányközi megemlékezésünkön együtt fogunk a színpadon állni. Szeretnénk új politikai kultúrát is teremteni Magyarországon azzal, hogy például eltöröljük a mentelmi jogot, amely egy olyan politikusi privilégium, ami sokkal inkább mára már a politikus bűnözésnek az egyik legfontosabb alapja, hiszen gyakran látjuk azt az országgyűlésben, hogy a két nagy tömb politikusai fenntartják, nem adják ki az egyes képviselők mentelmi jogát, holott a Mi Hazánk mozgalom szerint ezt meg kellene szüntetni. A törvény előtt legyen ténylegesen mindenki egyenlő, és ne vonatkozzon semmiféle privilégium vagy előjog a politikusokra sem. Gödöllőn és környékén, Pest megye 6-os számú választókerületében a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje Halász Géza, akit van szerencsém bemutatni önöknek, egy rendkívül sokoldalú személyiséget ismerhetünk meg benne, hiszen otthon van a sport területén is, edzői diplomával is rendelkezik, emellett a zene is közel áll a szívéhez, hiszen egy jazzzenekarban is dobos, de a civil munkássága is jelentős és figyelemre méltó, hiszen egy férfijogi magazin, illetve egy civil szervezet vezetésében is szerepet vállalt. A férfijogi területről ki kell emelnem a Mi Hazánk mozgalomnak azt a programpontját, amely lehetővé tenné, hogy a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, hiszen sajnos nagy többségük meg sem éli azt a kort, amikor már nyugdíjba mehet. A Mi Hazánk mozgalom ezt igazságtalannak tartja, és szeretnénk megteremteni a lehetőséget számukra is, hogy nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, ahogyan ez a hölgyeknek már lehetősége. A személyes bemutatkozásra pedig átadom a szót Halász Gézának. Kérem, hogy szavazzanak rá a 2022-es országgyűlési választáson. Halász Géza vagyok, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje a Pest megye 6-os számú választókerületben, Gödöllőn és környékén. Politikai kérdésekkel a férfi és családjogi mozgalmakon keresztül kezdtem el foglalkozni, mint a Férfi Hang civil társaság alelnöke. Ennek kapcsán mélyedtem el egyre inkább a közéletben és politikában, melyben keresztény mi voltam, történelmi érdeklődésem és hazaszeretetem határozza meg a gondolkodásomat. Képviselőjelöltségem mellett a Mi Hazánk mozgalom családjogi szakpolitikusa is vagyok, így kiemelt feladat számomra a családjog régóta esedékes reformja, és a családjogi rendszer valóban gyermekközpontúvá tétele. A közrend és közbiztonság kérdésével is behatóbban foglalkozom, hiszen ez úgy országosan, mint a választókerületemben különösen aktuális probléma. Fontosnak tartom a területfejlesztést, az ehhez kapcsolódó anyagi források kezelésének és szétosztásának rendezését, mert ez is korrekcióra szorul az emberek visszajelzései alapján. Képviselőjelöltként egyébként is vallom a rendszeres kapcsolattartás szükségességét az emberekkel és a helyi önkormányzatokkal. Jelenleg ez is hiányzik a választókerületemből. Személyes meggyőződésem szerint a tiszta kezű, következetes, Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviselő politizálás elkötelezett híve vagyok. Ehhez kérem az önök bizalmát és szavazatát, hogy önökért dolgozhassak. Köszönöm.